Néhány nap is benépesülnek az egyetemek, főiskolák kampuszai. Az alap- és középfokú oktatási intézményeket követően ezekben is elindul a tanév. A hallgatók elsősorban az önköltséges képzésre járók közül többeknek nehézséget okoz a felsőfokú tanulmányokkal járó kiadások fedezése. A mozzaló beiratkozási időszakban ezért nem is meglepő, hogy egyre többen keresik és igénylik a diákhitelek valamelyik formáját. Kicsit a diákhitel úgy működik, ahogy a főlészek borászok működnek. A diákhitel központ számára az augusztus 20-tól szeptember 15-20-áig terjedő időszak az abszolút csúcs időszak, tehát az új hiteligénylések döntő többsége az ebben az egy hónapban keletkezik. Mivel a cél, hogy a szak- és felnőtt képzésben tanulók hasonló feltételekkel juthassanak hitelhez, mint a felsőoktatásban tanulók, május 31-től elérhetőek a szak- és felnőtt képzési hitelek is. Ezekkel a 18 és 55 év közöttiek kaphatnak segítséget a költségek kigazdálkodásához. A diákhitel 1, illetve képzési hitel 1, ezeknek azonos a feltétele, azok szabad felhasználású hitelek egyaránt mind a két esetben arról lehet beszélni, hogy a tanulmányok ideje alatt havi 150 ezer forintot lehet igénybe venni. A diákhitel 2, illetve ennek megfelelője a képzési hitel 2, ami a felnőtt és szakképzésre igénybe venhető, ott pedig ugye a tanulmányi önköltség, illetve a felnőtt képzések esetén képzési díj fedezésére fordítható a képzési díj erejéig, de legfeljebb a felnőtt képzésnél 500 ezer forintig, a felsőoktatásban továbbra is a teljes felsőoktatási önköltség, tanulmányi önköltség finanszírozható a diákhitelből, illetve a képzési hitelből. A 2001-ben létrehozott diákhitel központ már mintegy 500 000 fiatalnak nyújtott 500 milliárd forint értékben valamilyen diákhitelt. A központ közleménye szerint minden második diákhiteles hallgató, vagyis 250 ezer ember mondta azt, hogy a konstrukció nélkül nem tudta volna megszerezni a diplomáját.